Köszöntöm Önöket, itt vagyunk a Györffy István Katolikus Általános Iskolában, hiszen hamarosan kezdődik a rajzverseny eredmény hirdetése. Borsosné Herceg Judittal beszélgetünk erről, itt mögöttünk a sok szép alkotás, mivel megcsodáltuk. Hanyadik alkalommal rendezték meg ezt a versenyt? A Hozzunk létre Györffy Galériát rajzpályázatunkat az idén második alkalommal hirdette meg az intézményünk. A témája ebben az évben a katolikus egyházi fenntartásba került intézmény jóvoltából egyházi épületek címmel került meghirdetésre. És itt a gyerekeknek akkor itt láttuk, hogy különböző technikával készülhettek, tehát sok-sok mindent kitalálhattak. Milyen jellegűek ezek a munkák? A pályázati kiírás szerint a szabadon választott technika, nem határoztuk meg a technikát az elkészült rajzokkal kapcsolatban. Itt a kiállított művekben láthatunk grafikát, gyerekek használtak színes ceruzát, zsírkrétát, pasztelkrétát, illetve vízfestékkel is készültek rajzok és alkotások. Kik értékelték ezeket a munkákat? Az elkészült rajzainkat a felkészítő kollégáinkon kívül bevontuk a zsűribe a szülői munkaközösség tagjait és rajzszakos kollégákat. Itt most hamarosan kezdődik az eredményhirdetés, látjuk, hogy mindenki kap ajándékot, legalábbis számomra azt tűnik az asztalra kirakott sok-sok mindenből, hogy üres kézzel most senki nem megy innen haza. Üres kézzel nem szeretnénk haza engedni senkit erről a kiállítás megnyitóról. A Nyelvi Laborral a Nyelvtanulásért Alapítvány, illetve a Szülői Munkaközösség jóvoltából valamennyi kisgyermek emléklapot, illetve egy nyakba akasztható emblémát kap, és természetesen a zsűri nehéz döntése alapján, de első, második, harmadik helyezett díjazásokat is fogunk kiosztani a gyerekek közt. Gyerekek még nincsenek itt, esetleg el tudjuk-e már árulni a helyezettek neveit? Igen, arra figyeltünk mindenféleképp, hogy az elkészült rajzok közül kerüljenek ki alsó tagozatos és felső tagozatos pályamunkák egyaránt. A felső tagozatos tanulóink zöme grafikákat készített. Szeretném itt elmondani, hogy a meghívónkon, ami talán már nem titok, a meghívónkon is két gyermek rajz szerepel. Az egyik díjazottunk Szűcs Anna, negyedik osztályos tanulónk rajza, a másik díjazottunk pedig, aki külön díjat nyert, Németh László, hatodik osztályos tanuló grafikája. Rajtuk kívül kik kapnak még díjat? Rajtuk kívül minden osztályból kijelöltünk és külön díjat osztottunk, tehát nincs olyan osztályközösség, ahol a gyerekek közül ne lennének külön díjasaink. Itt az aulában most meddig láthatóak ezek az alkotások? Ezek az alkotások a Györffy Napok rendezvény sorozatai végig megtekinthetők, és az elkészült pályamunkákat utána pedig a Györffy Galériában szeretnénk eltenni, hisz nem véletlenül ez a címe a pályázatunknak, hogy hozzunk létre Györffy Galériát. Az előző évek alkotásai mellé gyűjteményt szeretnénk összeállítani, hogy a későbbi évek folyamán ezeket bátran fellapozhassuk. Köszönjük szépen! Köszönöm én is a lehetőséget!